Sok szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket. Köszönjük, hogy velünk tartotok. Isten igéjét fogjuk hirdetni, és várjuk, hogy az Úr is itt lesz köztünk, és megáld bennünket. Töltse el az Úr a szent lelkével a szívünket, adjon nekünk örömet és békességet, hogy bátran nézhessünk az Úrra, és ne féljünk a nehézségektől. Felolvasom akkor az igét. Keressük ki a Lukács evangéliuma második részét. A 21. verstől olvasom a következőket. Amikor a 8 nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében fogant. Amikor leteltek a tisztulásának a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint, egy pár gerlicét, vagy két galambfiókát. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akit Simeonnak neveztek. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: most bocsátod el, Uram, szolgádat békességet szerint, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világossággal a pogányoknak és dicsőségül népednek, Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvaló legyen sok szív gondolata. Volt egy proféta nő is, Anna, Fánuel leánya Ásár törzséből, nagyon előrehaladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert bőjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel-nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálemben megváltását. Miután mindent
elvégzett az Úr törvénye szerint, visszatért városukba, a Galilei Názáretbe. Ezt a két történetet olvastam fel, nem biztos, hogy mind a kettővel tudunk foglalkozni. Jézussal kapcsolatban a szülők, József és Mária teljesen a törvény szerint járt el. Mégpedig az egyik az, hogy a 8 napos korában körülmetélték, és nevet adtak neki. Már Keresztelőn János esetében beszéltünk erről a körülmetélésről, mint szövetségi jelről, amely az Isten népéhez való tartozásnak a jele volt, és beszéltünk a névadásról is. Az Úr kijelentette, hogy Jézusnak, szabadítónak, üdvözítőnek, megváltónak fogják hívni azt, aki megszületik, Jézus Krisztus, a világ megváltója. És hát megszülte Mária a világ megváltóját, és a törvény szerint, tehát nevet adtak neki, úgy, ahogy az angyal ezt elmondta nekik, megjelentette nekik, és hogy ez egy nagyon boldog állapot volt a családon belül, hogy az ígéret, a prófétai ígéretek, a sok századon át elhangzó prófétai ígéretek éppen Márián keresztül adatik meg. Igen, ugye bemutatták Jézust, és Jézussal minden úgy történt, ahogy a Mózes könyvében meg volt írva. Nyilván azért, mert ő Izrael népéhez tartozott, és tulajdonképpen így tartozhatott Izrael népének a közösségéhez, és aztán áldozatot is mutattak be érte, egy pár galamb fiókát, ez azért valaminek a jele volt, mégpedig a szülők szegénységének a jele, a szegények áldozata volt a galamb, hiszen a Mózes könyvében egy bárány vagy egy galamb van előírva áldozatként, amivel az első szülöttséget meg lehetett váltani, és ez a szegények áldozata volt, hogy miért is térek ki erre, a számomra nagyon sokat jelentett. Van egy gazdagsági teológia, ami szerint Isten áldása úgy mutatkozik meg, ha valaki gazdag és a szegény. Vagy akkor tudjuk, hogy jó lesz a hitben, hogyha... Gazdag vagy. És hogy itt szó nem volt erről. Jézus istállóba született, nem volt hely a gazdagok között, nem tudtak helyet venni, foglalni, hanem a csendes istállóban született meg, ami nem volt baj. Békességben voltak, nem a nagy embertömegben, és hogy gerlicét áldoztak a megváltó Jézus Krisztus születésekor a törvény szerint, nem bárányt. Ebben nagyon sok alázatot is látok, és azt, hogy az Úr mindvégig szegény volt, és hirdetett nagy örömet az angyal, hogy megszületett a szabadító, Jézus Krisztus. Nem feltétlen az áldásnak a jele, az anyagi gazdagság, az áldás igazi jele, az Istennel való személyes közösség, a Szentlélekkel való betöltöttség, ahogy itt majd Aksimeonról olvastunk, és Annáról, a hűség, a szeretet és a világosságban való járás,
az igazi áldás, ha olyan kapcsolatban lehetek az Úrral, hogy szól hozzám, hogy kijelenti az ő igéjét, és vezet mindazokban, amikben élünk. Igen. Miután az evangélista felvezeti a Jézus születése utáni történéseket, elővesz egy történetet, ami az evangélistát, Lukásot megragadta, hogy a jeruzsálemi templomban élt két idős ember, az egyik Simeon Jeruzsálemben lakott, a másik Anna pedig ott élt a templomban, és éjjel-nappal az Úrral volt. Tehát az Úrnak szolgált, erre szánta oda az idejét, és ott szerény kis tápláléka jutott ott az áldozatok során az ilyen önkéntes imádkozóknak, imádkozó asszonyoknak, idős nénik jutott. Özvegyeknek, és ott gondoskodtak róla, és hogy ő pedig az imaszolgálatot végezte. Írt egy ember Jeruzsálembe, Simeon volt a neve, igaz, kegyes ember, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Hát ezekről egy kicsit gondolkozzunk el. Itt Aksimeon személyét emelik ki a messiás váró körökhöz tartozott, mert úgy látszik, hogy abban a korban is volt egy komolyabb réteg, aki naponta várta a messiás eljövetelét. Voltak olyan vallásos emberek, akik azt mondta, hát majd eljön valamikor, ki tudja mikor a messiás, és nem volt bennük forró vágyakozás azután, hogy eljöjjön az Úr, a szabadító, a világ megváltója. Hát ez a messiás váró körhöz tartozó Simeonról Lukács a következőket hangsúlyozza, négy dolgot hangsúlyoz, az egyik, hogy igaz ember volt. Igaz embernek számította az, aki ragaszkodott a mózesi törvényekhez, igyekezett betartani, és élő hite volt Istenben. Tehát Simeon egy ilyen ember volt, aki a törvény szellemében élt, de volt világos látása, és élő hite. A másik, amit kegyes ember elnevezést használ itt az evangélista, de kegyes emberről egy szóval a teljesség igénye nélkül említem meg, hogy imádkozó ember volt a Simeon, és hogy nyilván, hogy módja volt, tehetsége volt arra, hogy itt-ott a szegényeken segítsen, és jó szívvel adott, tehát ő szintén egy imádkozó ember volt, és az imádkozó ember nagyon-nagyon sok áldást kap az élete során, hiszen minden az imádságban dől el, ott nyerünk bizonyosságot, és az imádságra az Úr válaszol. A harmadik dolog, amit Lukács említ róla, hogy várakozó ember volt, és nem a halálára várt, nem a szebb napokra várt, hanem a messiás eljövetelére. Nem szűkült be az öregkori problémákra, hogy jaj, itt fáj, ízületi bajaim van, fáj a nagylábom újja, nem tudom úgy emelni a karomat,
fáj a fejem, szédülök. Tehát nem az öregkori élet problémáival volt elfoglalva, hanem hogy a szíve Jézust várta, a Messiást, az eljövendőt, Izrael vigasztalóját, aki jövetele a szabadulás újongását hozza a nép számára. És a negyedik dolog, amit Lukács mondta, hogy Szentlélek volt rajta. Hát erről is lehetne gondolkozni, hogy mit jelent ez, de annyit megérthetünk, hogy Isten lelkének a világosságában élő ember volt. Ezért majd aztán ennek milyen nagy jelentősége lesz a Jézussal való találkozásban. Igen, az én számomra nagyon csodálatos, hogy Krisztus születése előtt a jeruzsálemi templomban voltak olyan emberek, akik a helyükön voltak. Bár nagyon nehéz időszak volt ez Izrael életére, a római elnyomás, a rómaiak császár istenként való imádása, és nagyon-nagyon sok minden, ami megingatta az embereket az örökké való Istenhez való tartozáshoz, és ezek a Szentlélekkel betöltött emberek, mint az Aksimeon vagy Anna, és biztosan voltak mások is, akik hűségesek maradtak az Úrhoz, a helyhez és a néphez. Ez mit is jelent? Azt jelenti, hogy Isten igéje szerint élték az életüket, és az ige számukra egy olyan lélek szerinti világosság volt, amelyet a Szent Lélek kijelentett, értették a prófétákat, a Krisztusra való messiási jövendőlést. Vajon miért értették, és miért nem értették százak és ezrek és tízezrek Izrael népéből? Azért értették, mert az életüket az Isten igéjének a mértékéhez szabták. Istenfélők voltak, és az ige igazzá tett. Minden embert igazzá tesz a Jézus Krisztus váltság halála, és megtart az igaz úton az ő beszéde, hiszen az ige testé lett. És ami még nagyon csodálatos, és itt az előbb hangsúlyoztuk is, hogy várták az ígéret beteljesedését, várták a Messiást, valóban ahhoz a csoporthoz tartoztak, akik várták az Urat, hogy bármelyik pillanatban megjelenik, mert az ige szerint olyanok voltak a jelek. És hogy ami a számomra nagyon csodálatos, hogy ezek az emberek pünkösd előtt be voltak töltve Szentlélekkel. Mit is jelent az, honnan ismerjük meg azt, hogy be vagyunk-e töltve Szent Lélekkel, vagy valaki be van-e töltve Isten lelkével? Gondolom, hogy ezek nagyon fontosak. A helyhez való hűség. Isten Szent Lelke nem arra indít, hogy házról házra járjunk. Nem arra indít, hogy nekünk egyéni dolgaink legyenek, és az érdekeink szerint, ahol jól érezzük magunkat, oda megyünk. Aksimeon tudta, hogy hol a helye, és ott volt. Akkor is, ha mások nem tették, mert ő az Úrhoz ragaszkodott. És ugye, ami nagyon csodálatos az, hogy idejébe volt ott, ahol lennie kellett, és az ember hűséges a helyhez, ahol az Úr elhívta, az ember hűséges az Úrhoz, akit a szíve ragaszkodásával szeret, és a szolgálatához, akkor ott van akkor, amikor lenni kell, milyen csodálatos.
hogy ő is akkor ment, amikor Jézust vitték a templomba. És hogy ami nagyon, nagyon csodálatos, hogy a lélek, a 27. versben a lélek indításából a templomba ment, amikor a gyermek Jézust bevívék szülői. És hogy ő oda ment, tudta, hogy kihez van a, kell mennie, és a karjába vette a gyermeket. Hát ez csodálatos. Ez valami olyan nagyon mély közössége az élő Istennel, és áldá az Istent, és az egész lelke, az egész élete sugározta az Úr áldását, hogy Isten áldott, aki beteljesíti, amit Izraelnek ígért. És nagyon csodálatos, hogy azt is tudja, hogy az ő ideje lejárt, és az Úr elbocsátja az ő beszédei szerint. A minden élő kutyán is teljes békessége volt. Ő nem sajnálta magát, nem síratta, hogy Uram, hát mennem kell, hogy szerettem ezt a gyönyörű jeruzsálemi templomot, hogy szerettem a te népedet. Én milyen imádkozó ember vagyok, miért kell nekem elmenni a minden élő kutyán? Miért kell meghalni? Még egy kicsit nézném, ahogy az Úr Jézus felnövekszik, engedd már meg. Nem. Tudta, hogy az ő ideje lejárt, és ezt békességben fogadta el. A mai nehéz időkben, amikor sok beteg van, és sokan mennek el a minden élő kutyán, vajon készen vagyunk-e az elmenetre? Vajon békességünk van-e? Tudjuk, hogy kinek hittünk, és tudjuk-e azt, hogy hova megyünk? És hogy ő megőriz bennünket, és vár bennünket. Az üdv bizonyossága biztos meg volt Simeonnak, ugye? Igen. Valamit azért szeretnék még mondani erre a lélek indítására. Én ezt nagyon fontos mondatnak találom itt a Bibliában. Tehát a jeruzsálemi templomban ilyenkor több szülő bihetett gyereket, és nem úgy volt, hogy találgatott, hogy na hát, melyik lehet az eljövendő. Még ez a nagyon-nagyon bős proféta Sámuel is, mikor Isai házához elment azzal a célon, hogy kiválassza, hogy ki lesz a király, majd azt fölkenni. És akkor azt mondta, na hozz ide a gyerekeket, és hogy hát próbálkozott az egyiknél, próbálkozott a másiknál, és közben Isten azt mondta, hogy ne azt nézd, ami a szemed előtt van, hanem ami a szívben van. És elfogytak a fiúk, és azt mondta, hát nincs több, hát még van egy. És akkor az Úr azt mondta, hogy ez az. Végül is Sámuelnek is megmutatta, hogy ez az, ez a király, és őnek is megmutatta az Úr, hogy ez a király. És hogy még az az indítás, ez egy nagyon, nagyon lényeges dolog, mert a hívő emberek használják ezt a szót, hogy indítás, a világi nyelven így mondják, hogy motiváció, indítatás. Sokan felismerik, mert imádkozó emberek is lélekben vannak. Vannak bizony, akik nem ismerik fel a lélek indítását, és hogy emberileg összekavarják a pszichés indítást a pneumatikus indítással, tehát az értelmi, érzelmi indításokat összekavarják az Isten szerinti indításokkal. És itt még a lélek indításából ment, nem csak a templomba, hanem Jézust karjaiba véve oda hozzá. Ez egy nagyon nagy alapszabálya, hogy megismerjük a lélek indítását, hogy az Krisztus központú.
ma nagyon divatossá válik a profétálgassunk, a lélek indít bennünket, ügyes, bajos dolgokról szólnak ezek, az ember öröméről, hogy mi lesz, kicsit a jósláshoz hasonló. De itt ez a megszentelt Ag Simeon, Krisztus központú volt a lélek indítása. Nem az emberi dolgok, nem az anyagi világ, nem is a hangulat, hanem megszületett Jézus Krisztus, akit egész életébe várt, és aki Istennel van közösségbe, annak a kijelentése Krisztusról szól, a Krisztussal való közösségről, az ő visszajövetelének a várásáról. Pontosan tudta Simeon, hogy eljött az ideje, és örömmel, békében ment. És ami még itt nagyon csodálatos, és ezt kevesen látták, hiszen itt egy bébiről van szó, szóval egy újszülött babáról, akit a karjaiba tartott, és azt mondta, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet. Ez az egyik, ami nagyon fontos. A Krisztus központú embernek üdv bizonyossága van, mert tudja, hogy Jézus Krisztus a kereszten miatta, helyette és érte halt meg. De ennél sokkal nagyobb kijelentés volt az, amit az Ag Simeon kapott. Mert így folytatódik a 31. versben, melyet készítettél minden népnek szeme láttára, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izraelnek dicsőségére. Tehát ő látta azt, hogy az emberiség életére az igazi megoldás, az üdvözítő. És ez Jézus volt, aki elhozta mindenki számára, megkészítette az üdvösséget. Ez a profétai látás, amikor egy kisgyermekről világosan látja azt, hogy megkészítette a pogányoknak is az üdvösséget. Ez egy olyan hatalmas dolog volt a jeruzsálemi templomban ezt kijelenteni, hogy nem egy népé az üdvösség, hanem minden emberé, minden pogányé, aki engedi, hogy a Krisztus szövétneke, világossága, ígéje az ő megváltó munkáját elfogadja. Én ezt nagyon hatalmas dolognak tartom, valódi lélek szerinti látásnak, hogy ő látta, nem lenézte a pogányokat, a bűnösöket, hanem hogy fájt a szíve az emberekért az Ag Simeonnak, és magasztalta és áldotta az Istent, hogy a pogányok számára is eljött az üdvözítő. A másik Izrael népére vonatkozik. Izrael népének a dicsősége azt jelentette, hogy az az ige, amit Isten Izrael népére bízott, hogy az dicsőségesen beteljesedik a pogányokon is. Nagyon csodálatos világosság volt ennek az Ag Simeonnak, és azért volt, mert az élete maradéktalanul átadott volt az örökkévalónak. Ő nem beszélt, nem prédikált, nem olvassuk, hogy nagy szónoklatokat mondott, az se, hogy mindenki elismerte volna. Az Úr alázatos szolgája volt, aki igaz volt, Isten félő volt, és várta az Isten igényének a beteljesedését.